teltház előtt tartotta évadnyitóját a Múzsai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület. Erre az alkalomra külön szorgalommal készültek az egyesületben, hiszen a saját közönségük, szülők, nagyszülők, ismerősök előtt kell ilyenkor bemutatkozniuk. Ha nem volna ez a Múzsai Petőfi kör, akkor a magyar gyerekeknek nem volna, hogy hol szerepeljenek, megmutassák a tudásukat, hogy milyen okosak, meg miket tudnak csinálni. A színészek is kitettek magukért, nagyon jó előadást adtak, úgyhogy nekem nagyon tetszett a mai évadnyitó műsor. Az elvándorlás Múzsjáról is nagy. Jelenleg 8000 lakosa van a helyi közösségnek, 5500-an magyarok. Az elmúlt évtized alatt 1500-an költöztek el innen. Mindenki a jövőt nézi, és rengetegen elvándorolnak. Lássuk azt a mi művelődési egyesületünkben is, hogy a fiatalok azok sajnos mindig kevesebben és kevesebben vagyunk, mondjuk itt a középkorra gondolok. A diákok, a gyerkőcök, azokat még hála Istennek vannak, és én reménykedek abba, hogy bennük van a jövő. A korábbi 8 pár helyett most már csak 4 néptáncos pár van az egyesületben. Toborzásokkal és táncházokkal próbálják gyarapítani a csoportot. Próbálkozunk továbbra is. De szóval minden évben úgy van, hogy majdnem egy párral kevesebb, ami eljut a Gyöngyös-Bokrétára. Minden fáradtság mellett, szóval csak folytassuk tovább az egészet, nem hagyjuk el. Sajnos én vagyok a legöregebb, legidősebb itten, ahogy mondják, de állítólag már nem is nekem való az egész, de hát én sem hagyom fel, ha 80 éves, így 80 éves koromig. Az egyesület aranyplakettjét az elmúlt évadban Juhász Törköly Krisztina, Borki Kornélia és Tripkovics Miroszláv érdemelték ki. Hallottam a Katona Jani bácsit, hogy citráz. És elmentem hozzá, elvittem a hangszert, azt mondta, nézd, Jani bácsi, nekem ez van, azt nem tudok, mit kezdjek vele. És azt mondta, jó, azt mondja, hogy főszíte a hangokat, és kérdezte, tudsz itt zenéni? Hát mondom, nem. Azt mondta, tudsz itt fütyülni? Mondom, azt tudok, azt mondja, ölék, kezdjük. Az egyesületet tavaly arany érdeméremmel tüntették ki, anyaországi támogatásból pedig sikerült felújítani a székházukat, valamint a technikai felszereltségük is javult.